A 10. helyen álló, eddig egy győzelmet és 4 vereséget elkönyvelő fehérmezes Földes ellen az újabb 3 pont reményében köszöntötték a közönséget a Mieink. Nem kevesebb, mint 7 ordító gólhelyzet elpuskázása után a 20. percben Varga révén szerezte meg csapatunk a vezetést. A gól után továbbra is futószalagon jöttek a helyzetek, ennek ellenére a 42. percig kellett várni a második találatunkra, Nagy Sándor volt eredményes. Még a félidőt jelző sípszó előtt jött a harmadik is. A kapusról kipattanó labdát a berobbanó Horváth Imre segítette a hálóba, így 45 perc játék után 3-0 volt ide, ám akár 7-8 gólos is lehetett volna az előnyünk. Fordulás után nem kis meglepetésre egy távoli szabadrugásból szépített a Földes, holott eddig csak elvétve lépte át a félpályát. Ismét jött néhány kimaradt ladányi zicser, majd a 61. percben Baranyai Lóri szó szerint kipókhálózta a jobb felső sarkot. 4-1. 2 perccel később az 5. gólunk igazi mestermunka volt, még a fehér mezesek is csak nézték, ahogy Horváth Imre az üres kapuba helyezett. A vendégek végképp feladták, s ez a 67. percben újabb gólt eredményezett. Varga okos találata sem volt csúnya. Ezzel 6-1 ide. A 76. percben Mogyorós Jani ezzel a szerencsés találattal iratkozott föl a góllövők közé, megszerezve a 7-et. A 8-1-es végeredményt a 83. percben a csereként beállt Mogyorósi Zoltán állította be. Csapatunk idei 4. győzelme kiütésesre sikeredett, ám összességében a helyzetek alapján akár 2 számjegyű is lehetett volna ez a diadal.